ez egy morális csőd, ha ez az ember még egyszer válogatott lesz. Röviden így foglalta össze a mesteredző Nagy László esetleges nemzeti csapatba való visszatérését, és elmondása szerint még nem találkozott olyan emberrel, aki örülne a Barcelonában profiskodó játékos szerepvállalásának. Rengeteg emberrel találkozok, egyel nem találkoztam még olyannal, akire azt mondta volna, hogy menjen a akárhova. És hogy mitől is tart a sikerkapitány? Ez nem egy csoda csapat, hanem egy rendkívül jól barátilag, emberileg összetartó társaság, és én attól félek, hogy kifele ez lehet, hogy nem fog kijönni, de meg fog hasonlani, és az emberek esetleg szembe kerülnek ezen belül egymással, és az pedig akkor pontosan azt, ami ennek a társaságnak az értéke, az egysége, azt fogja fölbomlasztani. Megérez ennyit? Egy kétes értékű, elképzelt jobb eredményért. Az egész világot érintő gazdasági válság egyértelműen begyűrűzött Spanyolországba is, a mesteredző szerint ez az oka nagy várható visszatérésének is. A spanyol játékosok elárasztják egész Európát, edzők jönnek el, mert az anyagi dolgok ott fejreálltak Spanyolországba. Na akkor, és ezt most tapasztaljuk, mi is spanyol edzők jöttek Magyarországra, spanyol játékosok, női, férfi, hát most ettől lett hazafi a barátunk, hogy ott az anyagi helyzete nem úgy alakult, ahogy. De tényleg minden csak a pénz körül forog? Az elején még nem tudta az ember pontosan, hogy mire megy ki a játék, és részigazság volt ebbe a biztosításba, hogy a napi díj a többi külföldi csapathoz viszonyítva, válogatotthoz viszonyítva jóval kevesebb, hogy mit tudom én, egyszer városi buszon utaztak, és így tovább. Hát csak az a baj, hogy körülbelül egy éve ezeket a kérdéseket lerendezték. És azóta se mondta azt is, tette fel a kezét, tehát elment egy olyan szöveg, hogy ő ezt a csapatért teszi. De hát most 3 éve hülyít két országot. Hát ébredjünk már föl. Nagy esetleges veszprémi szerződése persze más kávéház. Az, hogy a Veszprémben játszik, szerintem annak senkinek semmiféle kifogása nincs. Én csak azt tudom mondani, hogy nálam az életben nem lenne többet válogatott. A nagy ügy mellett Lawrence László a győriek elvesztett BL döntője miatt is nagyon csalódott. Azt el kell ismerni, hogy azok a játékosok, akiket igazoltak, ez a 3 világklasszis, ez tényleg világklasszis, de ezért meg is sértődtek Győrbe, akivel beszéltem. Azt mondtam, igen, előre, de védekezni egyik se tud. A csapat norvég világbajnok kapusa viszont minden elismerést megillett. Gyakorlatilag a Haraldsen tartotta ezt a csapatot, és hogyha nem úgy véd már az itthoni meccsen a döntőben, már ott se nyer a Győr. A sikerkapitány szerint a kommunikációba is hiba csúszhatott. 3 angol szó egy időkérésnél. Ez rövid ahhoz, hogy az a csapat akár le legyen tolva, akár lelkesítve legyen, akár taktikailag kapjon valamit. Hát az ember a másik időkérést nézte, ahol odafigyeltek az emberek saját nyelvükön, megértették valószínűleg, hogy mit kell csinálni. Itt nem csak a mérkőzés közben és a félidőben van gond, hát nem beszél mindenki olyan szinten angolul, és a mérkőzés előtti lelki felkészítésnél, hát ott néha az embernek Kossuth beszédet kell mondani ahhoz, hogy kihozza az embereiből azt, ami szükséges a meccs megnyeréséhez. A volt szövetségi kapitány szerint ráadásul Magyarország dicsősége valószínűleg nem dobogtatja meg a győri idegen légiósok szívét. Ezek a derék győri szurkolók,
ezt most tényleg komolyan mondom, és sokat tesznek a csapatukért, eléneklik a magyar himnuszt, az három embert érdekel ebből a csapatból, a többi azt se tudja, hogy miről van szó. A másik oldalon pedig hát ismerni kell ezeket a volt jugoszláv tagállamokat, ezek a hazájukért kézilabdáznak, és főleg ez a kis ország, ahol ez az ő sporttörténetükben egyedülálló. Tehát annyi minden szólt ő mellettük, hogy ennek a jogosságát elvitatni nem lehet, és hát az a bosszantó az egészbe, valahol kívülállóként, bár semmi közöm hozzá, hogy ilyen anyagi befektetés mellett ugyanott vannak, ahol 6 évvel ezelőtt. Laci bácsi, ahogy hallhattuk, folyamatosan együtt él a kézilabdával, sőt a Csepel Diáksport Egyesület szakmai irányítójaként komoly terveket szövöget a jövőt illetően. 120 gyerekünk van, 7 edzővel dolgozunk, és hát igen komoly tervekkel. Úgy néz ki, hogy egy ilyen 1200-as csarnokunk fog a Dunaparton épülni 2 éven belül, ahhez az önkormányzat adná a területet. A tervek készen vannak, most a pénzért lobbizunk, és reméljük, hogy kapunk segítséget, mert hát valamikor, nem tudom, ki tudja, ki nem, Csepel volt az ország egyik legnagyobb kézilabdás bázisa.